Meghitt műsora kicsit ködös, kicsit csípős hidegben a Pinyédi Művelődési Ház udvarán. A körzet képviselője egy kis közös együttlétre hívta a családokat a napokban, hogy együtt készüljenek fel lélekben, a közelgő ünnepekre beszélgessenek, teázzanak egy jót. Szeles Szabolcs a programmal kapcsolatban kiemelte, jó egy kicsit megállni és átgondolni a lassan magunk mögött hagyott esztendőt. Azt gondolom, hogy minden közösségnek fontos, hogy a nagyon nagy események kapcsán megálljunk egy picit és megpihenjünk. Advent az egy legfontosabb ünnepünk, és a karácsonyi várásnak az egész jelentősége szerintem a mai világnak az egyik igazi olyan tradicionális esemény, ami egy picit még a régi világra emlékeztet bennünket, ami még a régi értékeket hordozza magában, és azért nagyon jó, hogy egyébként ilyen körben, ilyenkor tudunk találkozni, egy picit beszélgetni, egy forró tea mellett, itt a karácsonyi fények mellett olyan hangulatban, és azt gondolom, hogy ilyenkor érzi át az ember azt, hogy mégiscsak van jelentősége annak, hogy van olyan is szeretet, és azzal szembesül, hogy van, aki azért jött el a világba, hogy arról tudósítsunk, hogy van értelmenek az egésznek, hogy van, aki feltétlenül szeret bennünket, és mi is szerethetünk feltétlen nélkül. Mi más kívánhatnánk erre az évre, mint békés adventi időszakot, karácsonyi várás, boldog ünnepeket mindenkinek, és egy tényleg az igazi békét a következő évben. Sikeresnek bizonyult az első pinyéri karácsonyváró program, ezért a terv az, hogy a közösségi rendezvényből hagyományt szeretnének teremteni a városrészben, ezzel pedig hozzájárulni a pinyédi közösség építéséhez és megerősítéséhez. Legalábbis az alpolgármester elképzelései szerint ez lesz a jövőben a rendezvény célja.